Sziasztok! Korecz Márk vagyok a Vadász blogtól, és a mai adásban szeretném nektek bemutatni a DD Optics Pirchler távcsöveit. Nálam volt a teljes széria, legutóbb még, csak aztán a 15-ös nagyításút vissza kellett adni, úgyhogy most itt a 8-szoros, a 10-szeres és a 12-szeres verzió van. Egyébként a 15-szörös az ugyanakkora, mint a 12-szeres, tehát látszik a méretbeli különbség. 10-szeres és a 8-szoros azonos magasságú, a 12-es egy kicsit nagyobb, a 15-ös az ugyanakkora, mint a 12-szörös. Igazából a 8x56-ost próbálgattam a legtöbbet, de felhívnám mindenki figyelmét, hogy idősebb vadásztársaknak ez a 8x56-os méret már nem az igazi. Számukra inkább a 10x56-ost javasolnám. Talán egy picikét remegősebb a képe, viszont 5,6 mm a pupilla, kilépő pupilla mérete, ami hát úgy mondanám, hogy ilyen 40-50 fölött már jobb, mint a 7 mm-es 8x56-os. Illetve a 12-szeres és a 15-szörös nagyítású változatot pedig hát szerintem elsősorban hivatásos vadászoknak lehet ajánlani őszbak, szarvasbika megfigyelésre, agancsbírálatra. Erről majd még lesz később szó, hogy milyen extra funkciókat tud ez a széria, hogy az ilyen jellegű igényeket is kiszolgálja. Először is annyit mondanék, hogy a DD Optics egy német családi vállalkozás. Egy kicsit más, mint a más megszokott német vagy osztrák ismert márkák, ugyanis ők maga a cég német, meg a tulajdonosa is németek, magántulajdonban van a cég. Ott is történik Németországban, Chemnitzben, ha jól tudom, a fejlesztés és a távcsöveknek a tervezése. Viszont a gyártás javarésze az Japánban van kihelyezve, illetve egy-két dolgot úgy mondják, hogy a világ más tájain is gyártatnak, ez nem derült ki, hogy hol, én gyanítom, hogy Kína, de mindenhol azt írják, ilyen független oldalakon, hogy a gyártás nagy része Japánban van, és minimális mennyiségű terméket gyártanak a világ egyéb tájain. Ez nyilván az árkategóriában is meglátszik, tehát német fejlesztési távcsövek, de japán gyártással, ami azt jelenti, hogy egy barátságosabb árszínvonalon tudnak igen magas minőséget kínálni a vásárlóknak. Egyébként ez a DD Optics-nak a üzleti modellje, ahogy kivettem a weboldalukon, hogy egy bizonyos árkategóriában, amit ők képviselnek, próbálnak mindig egy kicsivel magasabb szintet megütni, mint a konkurens termékek. Egyébként gyártanak keresőtávcsöveket, céltávcsöveket, arról is biztosan lesz még szó itt a vadászblogon, illetve spektíveket is. Ez a kitolni a kategória határait, ez azért látható a kínálatukban, tehát amikor csináltam a vadászblogon a bemutató cikket a DD Opticsról, akkor végigmentem a távcső kategóriákon vagy családokon, amiket ők kínálnak, és azért mindegyikben volt egy olyan momentum, aminél ki volt hangsúlyozva, hogy ebben a kategóriában ez a szolgáltatás vagy funkció ez nem szokványos. Úgyhogy valószínűleg nem csak marketing duma ez, hogy próbálnak egy kicsit kategórián felül teljesíteni. Egyébként jó példa erre ez a Pirchler széria, amit most bemutatnék. Ebben ugyanis ez a úgynevezett Abbe König prizma van, ami egy hagyományostól kicsit eltérő dolog. Ezek mind tetőjéprizmás távcsövek, tehát hasonló kategória, viszont tetőjéprizmáson belül megkülönböztetünk Schmidt-Pechan prizmát és Abbe König prizmát. A Schmidt-Pechan az egy kisebb méretű, olcsóbb gyártású prizma design, az Abbe König pedig egy speciálisabb, egy nagyobb prizma, ezért is ilyen magasak és robusztusak ezek a távcsövek, mert az Abbe König prizmának kell a hely. Ilyet eddig, hát nem mondom, hogy soha sehol nem láttam, de a legjellemzőbb az a prémium kategóriára volt, tehát Swarovski SLC azon belül is csak az 56-os objektív méretű verzióba raknak Abbe König prizmát. A Zeiss SF 8x56-ban van még ilyen,
A Vortexnek is van, az amerikai Vortexnek egy valami prémium a szériája, amilyen nagyobb darab távcső, abban is a Bekőnik Prizma van. Egyszer valahol azt olvastam, hogy körülbelül három cég van a világon, amik ilyen a Bekőnik Prizmát tudnak készíteni, mert hogy elég bonyolult és költséges eljárás. Amit viszont nyerünk vele, hogy nagyobb a fényáteresztése, mint a Schmidt-Pecan prizmának, sőt egyes helyeken azt olvastam, hogy még a hagyományos porró prizmánál is jobb. Nem véletlen az 56-os távcsövekbe teszik ezt jellemzően, hiszen ezeket szánják éjszakai vadászatra, és ott még egy pluszt ad az Abbekőnig prizma. Közben puskázok, hogy nehogy valamit kihagyjak a felsorolásomból. De igazából ebben a témában szerintem most többet nem mondanék. Egyébként a 93-95%-ra írják a fényáteresztését az egész rendszernek, tehát nem csak a prizmának, hanem az egész DD Optics Pirschler távcső családat így jellemzik. Valahol 93%-ot írnak, valahol 95-öt, sőt valahol még 96-ot is olvastam. Nem tudjuk, ez gyári adat. Szoktak ezzel néha lódítani a gyártók egy kicsit, de azért olyan nagyot nem. Egyébként javaslom mindenkinek, van ez az albinos.com, ugyan írva, hogy albinos.com weboldal. Ez egy lengyel független tesztlabor, távcsöveket tesztelnek labor körülmények között, meg nálam hozzáértőbb emberek mondanak róluk véleményt, és ott például szoktak fényáteresztést is mérni. Ott azért ez a 93-95% ez igen jó kategóriába tartozik. Nyilván nem ez a minden a távcsöveknél, de azért az éjszakai távcsöveknél ez fontos szempont. Egyébként ezek a Pirschler távcsövek magnézium ötvözet házzal készülnek, ami nagyon masszívvá és mégis viszonylag könnyűvé teszi őket. Hát nyilván egy ekkora méretű kereső távcső azért nem lesz soha pillekönnyű, de például ez a 8x56, ez azt látom, hogy méretben nagyjából megegyezik a Minox BL 8x56 HD-vel, viszont egy jó 100 g-mal könnyebb nála. Létezik egyébként a Pirschler 45-ös okulár, vagy objektív mérettel is, azok nyilván kisebbek, és azokat is tudom ajánlani egyébként cserkeléshez, vagy akik éjszaka valamilyen technikát használnak, éjjellátót vagy hőkamerát, és nincs szükségük az 56-os nagyméretű távcsövekkel bajlódni, akkor ők választhatják a kisebb méretű 45-öst is, abban is Abbekőnig prizma van, és minden jellemző, amit ma itt elmondok, az érvényes a 45-ösökre is. Szóval magnézium ötvözet házból van készítve a tubus, a mindenféle kezelőszervek pedig egy úgynevezett ilyen duralumínium szerkezetűek, magyarul alumíniumból vannak. Ez igaz a kitekerhető okulára is, a mechanikájára, az élességállítóra is, a dioptria állítóra is, a zsanérokra. Tehát a gyártó szerint eléggé masszív darab. És egyébként nátrium töltésű a tubus, és teljesen vízálló a távcső, úgyhogy bírnia kell a strapát. Nyilván a magnézium házat nem hagyhatták csupaszon, tehát egy ilyen zöld színű gumírozott bevonat van a távcsövön, amit oldalt, nem tudom mennyire látszik, majd lehet, hogy felrakok róla egy külön képet, oldalt ilyen redős, csúszásgátlós bevonata van, ami még hogyha nedves a távcső, akkor is jól a kezünkbe tapad, tehát nem fog csúszkálni, illetve itt még a hüvelykujjunknak is ki van alakítva két ilyen mélyedés, hogy még kényelmesebben lehessen fogni. Egyébként tényleg nagyon kényelmes, nyitott hidas távcső, tehát elférnek az ujjaink bőven. Az okulárelencséket két fokozatban lehet, tehát a legbelsővel összeszámolva három fokozatban állíthatjuk. Szemüvegeseknek ez jó tud lenni. Illetve ami még különlegesség, hogy a dioptria állító a jobboldali tubuson ez plusz-minusz 4 dioptriát tud korrigálni, ami megint csak az átlag fölött van, mert általában ilyen 2-3-at lehet a legtöbb távcsőnél korrekciózni. Vízálló, igen, ezt elmondtam. Igen, itt a fronton ezt a kupakot, hogyha lecsavarjuk, akkor állványmenetet találunk alatta. Na, csak lejön. Még nem próbáltam. Itt van az állványmenet, hát kicsit sötét van most itt a szobában, már
borús idő van kint, úgyhogy nem biztos, hogy látjátok. De például a 12-es meg a 15-ös távcső méretnél, hogyha lehetőség van egy tripodra felrakni a távcsövet, hogy ne remegjen annyira a képe, az sok mindenkinek segítség lehet. Úgyhogy ez is egy pozitívum. Aztán, ami még különleges a Pirschlerbe, ez az úgynevezett Smart Focus élesség állító rendszer. Hát ez igazából nagy mélység élességet jelent, ezt szeretik a gyártók mindenféle hangzatos szavakkal illetni. Nem is tudom melyik, hirtelen akar, Steiner távcsöveknél van ez az automata fókuszállítás. Az sem automata, te vagy az automatika, mert a szemeddel tudsz fókuszálni, de igazából ez azt jelenti, hogy olyan nagy mélység élessége van a távcsőnek, hogy a közelponttól a végtelenig minden éles benne. Ez nem teljesen automata ilyen szempontból, viszont ha látjátok, van itt egy ilyen rovátka az élességállító gyűrűn. Ezt ki is lehet tapintani sötétbe, van egy ilyen kis domborulata, úgyhogy azt mondja a gyártó, és kipróbáltam, tényleg így van, hogyha ez fölfele néz merőlegesen, akkor az azt jelenti, hogy a távcső 40 métertől a végtelenig éles. Tehát ha sötétbe esetleg elállítódik, akkor nem kell küzdködni az újraélesítéssel, hanem csak függőleges beállítjuk ezt a kis vonalkát, és akkor tudhatjuk, hogy 40 métertől a végtelenig mindenhol éles képet mutat a távcső. Ezzel is segítve az éjszakai vadászok működését vagy tevékenységét. Meg egyébként mozgóvad esetén is jó, hogyha jön felénk mondjuk egy bírálandó őz vagy szarvas, akkor nem kell állandóan után korrigálni az élességnek, ahogy közeledik felénk, hanem végig élességi tartományban marad. A bevonatokról még egy pár szót ejtenék. Ez egyébként, ha jól tudom, nagyon sok DD Optics távcsőben van ED lencse tag, ezt most itt fejből nem tudom, hogy ez a Pirschler is megkapta, elképzelhető. Mindenféle lencse bevonatokat felsorolnak a leírásban, ebben most nem mennék bele, elhisszük, hogy jó. Amit itt kiemelnék és kipróbáltam, az ez a páramentesítő vagy víztaszító bevonat, amit promóztak a Pirschler leírásában. Nálam ebben a Leica volt eddig az etalon, ez a durakva, vagy valami ilyesmi a Leica-nál, most ezt fejből meg nem mondom, de lényeg az, hogy a Leica távcsöveknél látványosan gyorsan lejön a pára, főleg az okulárokról, tehát hogyha télen távcsövezünk és belehelyük az okulárt, akkor pikpak leugrik róla a pára, hogyha elemeljük a szemünktől, vagy éppen be se párásodik olyan könnyen, mint egy átlagos távcső. Kíváncsi voltam ennél a Pirschlernél, hogy ez is így működik-e, mert ez is ilyen Lotus hatást ígérnek erre a bevonatra, ami lényegében ugyanezt jelenti. Le is videóztam, egymás mellé tettem egy Leica Geovidot, meg ezt a Pirschlert, és úgyhogy előtte kint hagytam őket egy kicsit a hidegben, aztán behoztam a meleg helyiségbe, és rá leheltem mind a kettőre, és azt láttam, hogy nagyjából az okulárnál mindenképpen, de még azt mondanám, hogy a front lencsénél is, tehát az objektívnél is nagyjából egyszerre tűnt el a pára a két távcső márkáról, úgyhogy megmerem kockáztatni, hogy ez a páramentesítő bevonat ez van olyan hatékony, mint a Leica-é, ami nagyon jó hír, mert engem speciál borzasztóan tud idegesíteni a téli leseken, hogy állandóan bepárásodik a távcső, aztán legyezgetem, meg nem tudom, mit kell vele csináljak, hogy szedjem róla a párát. Úgyhogy ez egy pozitívum, ilyen még egyébként a Minox BLHD-n sem volt, nekem volt ilyen távcsövem, egy-két évig használtam. Még annak idején azt hasonlítottam össze a Leica-val, azon illusztráltam egy korábbi videón, hogy beleheltem mind a kettőt a lesen, és vettem telefonnal, ahogy eltűnik a pára, a Leica-ról tök gyorsan lement, a Minox meg még percekig párás maradt. Egy ilyen elég párás esti les alkalmával sikerült ezt bemutatni. Ennél a Pirschlernél viszont nagyon gyorsan eltűnt a pára, legalább olyan gyorsan, mint a Leicánál, úgyhogy ez pozitívum. Ami a távcsőnek a teljesítményét illeti, még olyan nagyon sokat nem volt alkalmam kimenni vele vadászni, de voltam a 856-ossal egyszer-kétszer kint. Azt láttam, hogy még hold nélküli estén is egész jól lehet látni vele.
tehát ez a nagy fényáteresztés az mindenképpen érzékelhető lesz. Az élessége a távcsőnek képközépen szerintem hibátlan, a képek széle fele már azért egy kicsit romlik az élesség. Itt érdemes játszani a mélységélességgel, mert van olyan fókuszpont, ahol egy kicsit kiegyenlítődik a távcsőnek a közepe meg a széle, meg van olyan fókuszpont, amikor a közepe még éles, de már a széle életlenebb, tehát ezzel egy kicsit napvilágnál lehet játszani, éjszaka meg kutyát nem fogja érdekelni valószínűleg, hogy a széleken milyen a távcsőnek az élessége. Ami a becsillanás teljesedést illeti, egy picit hajlamos rá a távcső, de nem vészes, tehát használható marad a szürkületi naplemente utáni órákban is, hogyha fényesebb égbolt felé nézünk, akkor egy nagyon pici csillanást azt hiszem talán csak az egyik tubusban érzékeltem. Egyszerre voltam kinn a Leica Geoviddal meg ezzel, a Geovid pont ugyanúgy egy picit becsillant ebbe a szituációba. Ez egy olyan volt, hogy egy sötét zárt lesetben ültem, ahol ilyen lőnyilásszerű ablakok voltak, és ott egy kicsit azért így bezavart a világosabbik égbolt fele a becsillanás, de egyáltalán nem volt vészes, szerintem ebben az árkategóriában az teljesen jó. Ami egyébként ez a 200 000 forintos kategória, ezt még nem mondtam. Ilyen, hát azt mondanám, hogy 200 és 300 között van az összes modell, fejből nem tudom az árakat, de ez nagyjából ez az alsó középkategória, vagy alsó középkategóriának nevezném, amit a Daily Optics képvisel. Ebben az árban egyébként az, hogy ilyen Abbekőnig prizma, meg Lotus bevonat, meg kutyafüle van benne, ez már eleve nagyon jó. Az, hogy még ez mellett 30 év gyártói garanciát is kínálnak a távcsövekre, az meg egyenesen azt mondom, hogy kivételes. Főleg a mai időkben, ahol folyamatosan csökkentik a gyártók a garancia időket, most már a legnagyobbaknál is úgy látom, hogy elengedték ezt a 30 meg 50 éves garit, és most már legtöbb helyen 10 év van. Minoxnál is nemrég levitték a 30 évet 10 évre. A Daily Optics még mindig 30 év garanciát vállal a távcsöveire. Még a látószögről említenék egy pár szót. Torzítást nem nagyon érzékeltem a távcsöveken, annak ellenére, hogy egész jó nagy látószögük van az optikáknak. A 8-szoros nagyításúak azok ilyen 7,4 puskázók közben és 7,7 fok látószögűek, a 10-szeresek pedig 6,5 és 6,3 attól függően, hogy az 56-os vagy a 45-ös objektívűt nézem. Ez azért átlag fölötti ebben a nagyításban, úgyhogy ez is egy pozitívum. Illetve még egy dolgot elárulnék, hogy a 8x56-os verzió, ez amennyire látszik ebben a sötétben, nem tudom, látszik-e, de a gyári termékfotókon biztosan láttátok, hogy zöld színű gumírozást kapott. Ebből létezik barna színű bőrbevonatú változat is, ami egy kicsit ilyen elegánsabb patinás, és ez ami itt neoprén pánt, ami egyébként egész jó minőségű neoprén pánt, ezt egy külön gyártó szolgáltatja hozzá a Daily Opticsnak. Ez is német cég egyébként, egy ilyen kicsit nyúlósabb, vagy rugalmasabb, tehát kikorrigálja az ember nyakában nehéz távcsőnek a lengését. Na, a lényeg az, hogy ebbe a bőrbevonatunál hasított bőrből van az a nyakpánt is, úgyhogy az, aki egy kicsit ilyen elegánsabb, kivitelő, patinásabb távcsőre vágyik, az meg tudja venni ezt a különleges verziójút is. Aztán még egy szó a kellékekről, ugye nyakpántot említettem, ez a Nigello, az a neve a nyakpántnak, Made in Germany ez is, illetve egy ilyen nagyon kis takaros gyöngyvászon viszonylag merev tokot adnak hozzá, amihez van nyakbeakasztó, és ezt ide felrakhatjuk, vagy övre is felfűzhetjük, és ide könnyedén belemegy a távcső, és az elején pedig még találunk mindenféle zsebet, ahova kiegészítőket pakolhatunk. Úgyhogy ez is egy kellemes meglepetés volt, hogy tök jó tokot adnak a távcsőhöz. Azt hiszem most ennyit, aztán majd még az írott tesztben lehet, hogy bővebben kifejtem a tapasztalatokat, még egy kicsit próbálgatom ezeket a távcsöveket. Folytatjuk hamarosan, sziasztok!